és a várakozás felfokozott boldogságos perceiben szeretettel köszöntünk mindenkit. Köszönjük, hogy együtt ünnepelhetünk, hisz közeleg az év legboldogabb napja, a karácsony. Melegség tölti el szívünket, egyen pillanatra megállunk a rohanó világban, és számvetést készítünk az elmúlt évben. Felidézzük a leszebb pillanatokat, és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből megjutassunk az elkövetkező új év napjaira is. Ma, amikor megültünk képzeletlenül karácsonyi gyertyáinkat, és emlékeztetjük magunkat a szeretet fontosságára, egy pillanatra megállunk az örökölforgásban. Megállunk, és karácsonyi fények tükrében magunk mögött hagyjuk a hétköznapokat. Őrizzünk meg magunknak minél többet az ünnepből, és ebből a karácsonyi műsorból, mely egy iskola tanulói nyújtanak át nektek. A műsort a Színjáték Tanszak első évfolyamosai kezdődik. József Attila Betlehem királyok versét, Fehér Emma, Hajnal Kinga, Kicsó Ágyba, Molnár Zséger Dövdesében a Malakrába, a felkészítő Kassák Vittória. A minikórus karácsony dalokat énekel Margitai Naomi vezetésével. Margitai Naomi történet felkészítésével a Boldog Kapora zene feljátszik. A műszínjára Ődi Gyuszi. Kisivacska mondta, biztosít nekik a Jézus Krisztus, menjhet királyi nevel, segítséges Istenem. Isten fia, jó napot, jó napot, nem vagyunk mi még papok, úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél, merészünk át kicsit hozzá, üdvösség, égi ország, Gáspár volnék, a féle földi király személye. Adja Isten megváltó, megváltó, jöttünk Melegországból, földkorbáltunk mindenre, fényes kismán is megőrült, hoztuk arra, hogy hatmaréka, de még egész vas fazékfaz. Én vagyok a Boldizsár, aki szeretsen király. Kirúl, pirúl, Mária, Mária, boldogságos kismama. Hullunk, hogy az áparálás, alig látja Jézus helyet. A sok pásztor mint muzsikát, meg is kéne szoktat már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok!
Zongorán adó adja Pusztott Dorka és Esedi Andrásnak. Radódi mit üzen az erdő? Című verset adó adja György Konrád, Pálmai Lucci játéktanszakos a vendéget. Franz Gruber, Csendesség. Zongorán Tóth Inga és Tóth Antal. Felkészítő tanár, Zambóni Kedes Ivan. Thank you.
címe Kérje-kérje kisdedesen. Előadja Bakorbátora, felkészítő tanár, Pál Péter, zongorán kise Regina András. Fehér a ma hozzában adja el a Piramsajándék színű slágerét. Színjátékosokat felkészítettek a Csak Viktória. Májka Pál Kölyük, zongorán Kósakon játszik, felkészítő tanár Huszek Réka. A négy rete történetét Bokros Léna, Halász Virág, Kerék Rápú Péter, Lemetel Petra, Szabó Krisztina, Hanyó Virág mesélje el nektek. Felkészülés Bárkai Maja, Maja Sétnek. Mit érek van? A válasz Hanyó Virág legyen a számomra. Felkészítő tanárok, Bárkai Maja, Esedi András, Zongorán Kicsi, Esedi András. A műsornak azok a gyermek hazája. Harmai, Balázs Kivajnán Nérkó. Kívánunk az iskola minden tanulójának, pedagógusának, dolgozójának, áldó végésének neked jó munkás. Az én kedves kis falomba, karácsonykor magába számítanélek. Na, innen a nagy Isten szent kegyelmesünknek szállna, az én kedves kis falomba minden szívben csak szeretet nyomtunálom.
agyomban fény csillagfény. 1, 2, 3, 4. Hajad lágysejnei táncol a lobogó fény. Csip, ne szólj, csak küld ide belé, hiszen most szívünk beszél. Kezedet fogva a szeretet látni. Ne szólj, csak öreg vége látni. S ha kialszik minden én, szentest egy jó helyettünk mindenki fény. S nem kell, van egyetlen ajándék, melyet szívem karácsonyra úgy remél, lássam szemedben csillogni még a szépséges adventi gyertyafény. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nem volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymásnak beszéltek. Én vagyok a béke, de az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni, mert amit is látod a kanócon. Pár pillanat múlva másod egy halványkisként emlékeztetett a hajdon kényesen tündöklő gyertyalángára. Így szólt a második. Én vagyok a víz. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak, nincs értelme tovább végnem. Érzem, hogy közeledik egy enyhe fogallat, mely el fogja oltani a lángon. S ezzel ki is aludt a lángra. Szomorúan így szólt a harmadik gyertyalánk. A szeretet vagyok. Az emberek nem tudnak tovább. Semmibe veszik, de miért van szükségük arra? Nem gondolnak arra, hogy milyen fontos vagyok az életükben. Ezzel később. Egyszer csak belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kellő gyertyát, felkiáltott. De hát mi történt? Hiszen nektek élnetek kéne mindenki. Nagyon elszomorodott. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya. Ne félj, amíg nekem van lángom, meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát is. Én vagyok a remény. A gyermek szeme felragyogott. Megragadta, amíg idő gyertyát, s lángjával új életre keltette a többi. Boldog vagyok, hogy a remény újra a lángra lobbantott titeket. Add, Urunk, hogy soha kínálódjon bennünk a remény. Szívünkben mindig éljen a víz, remény, szeretet és a végre állni a egész világon. Thank you.
és a felkészített kollégáimnak, és a két főszervezőnek, a Viktóriának, és a másik Rikinének, a Rikinének, hogy összefogták egy becsendes kérdéknak, hogy összefogták ezt az egészet, és egy ilyen csodálatos zenei élményben részesült az egész iskolai közösség. Én nem akarom külön becsetelni, de a Tibor és Hallotta, az tényleg azt gondolom, hogy nagyon szép élményben távozik. Ez a távozás ugye holnap kezdődik, ma történik, és holnap már megyünk az iskolába, mondom a legnagyobb bánatotokra. De ennek az egész karácsonyi ünnepnek a legfontosabb, és talán legszebb, és legboldogabb pillanata az akkor lesz, amikor majd családi körbe szüleitekkel, testvéreitekkel megnyitjátok a saját karácsonyfátokon az első gyertyát. És ezt a család közössége adja azt a boldogságot, és természetesen remélhetőleg nagyon izgalmas ajándékokat is, amivel fogják teszni szívük is rejteteket, és valamelyik ér. Köszönöm még mindent! Jó, köszönöm szépen! Én is szeretem volna mindenkinek áldozatbékét, boldog karácsonyt kívánok, és találkozunk nem harmadikán, nem negyedikén, hanem 9-én, kicsit hosszabb lesz most tünet. Gondolom, hogy ez a program, amivel érte